Újabb coming of age film, és oké, sok jót láttunk belőlük, de tudnak ezek egyáltalán még újat mondani? Hát hogy a véreres oszló lóherébe ne tudnának? A 70-es években járunk, ahol a 15 éves Mini tengeti a tinik szokásos mindennapjait. Egy este elmegy iszogatni az anya szeretőivel Monroeval, akivel aztán szépen egymásra másznak. A lány felfedezi a szexualitását és kész felnőttnek érzi magát. Elkezdi habzsolni az életet, dokumentálja és lerajzolja a szextől és drogoktól túlfűtött kalandjait. Manapság minden a szexről szól. A 14 éves partipicsák tonnányi sminkkel, kivágott ruhákban, miniszoknyákban részegednek le a bulikban, aztán a següket vagy az ecsethajú látens buzi metroszexuális férfi szégyenekhez, hogy a kurva anyádba nézel már ki, vagy az IQ Light szétkokszolt kopasz BMW tulajok hímtagjainak dörgölik. Kinek kellenek az érzelmek, a lényeg az ösztön és az élvezetek hajhászása, kinek van ma már ideje szeretni? Általánosítok? Hát lehet, de mindenki nézzen szépen körül, hogy mi is zajlik. Persze ez nem új keletű probléma, és az emberek nagy százaléka nem is problémaként fogja ezt fel. A film, mint említettem, a 70-es években játszódik, de a dolog nagyon hasonlít a maira, csak a normák átalakultak egy kicsit. Na de elkalandoztunk, térjünk vissza Minire. Miután elvesztette a szüzességét, teljesen megváltozik az élete, kitágul a látókere, meg mása is, és másfajta dolgok kezdik el foglalkoztatni. Miért nem akar velem találkozni? Kövér vagyok, érintésre vágyom, basszák meg a férfiak, és így tovább. Persze nem mindenki élte át azt és úgy, ahogy Mini, de ez a korszak feltehetőleg mindenki életében eljön. Meg az is, hogy ki kell élnie magát, és kipróbálni mindent, amit csak lehet. A lány egy érzelmi hullámvasút, aki próbálja a helyén kezelni a sok újdonságot, de nem mindig sikerrel. Nem tudja, hogy szerelmese, nem tudja, hogy mi a helyes, mi nem, de tapasztal. És szépen lassan kialakul a saját énje, ami elindítja a felnőtté váláshoz vezető úton. A lényeg pedig itt bújik meg a sorok közt, hogy a megélt élmények hozzásegítsék az embert ahhoz, hogy fejlődjön és érettebb legyen. Manapság pedig ez kezd sajnos eléggé kiveszni mindenkiből. Mini narratívája nagyon sokat dob a cselekményen, belelátunk az agyába, tudjuk mi jár a fejében, ez pedig egy igen különös sokszínűséghez vezet. Másképp érzi át ezt egy lány és egy fiú. Lesznek olyan jelentek, amikor a férfiak fogják majd a fejüket egy-egy tipikus női dologtól, máskor pedig a szebbik nem bólogat elismerően az igazukat hangoztatva. Ez pedig így van jól, ez adja a film savát borsát. A tartalmon kívül sem lehet okunk a panaszra, a képregényes vizuális hatások és a kreatív képi világ tovább emelik az alapból szuper hangulatot, és a színészek is zseniálisak. Belle Paoli hiába 24 éves, tökéletesen elhiteti az emberrel, hogy 15, ráadásul akkorát játszik, hogy az agyamat eldobtam. Kristen Wiig-et nem szeretem, valahogy irritál, de most nagyon bírtam is le a kalappal előtte. Alexander Skarsgård szintén kiváló, de ő nem is nagyon szokott csalódást okozni. Az egy tini lány naplója nem ismert tabut. Prüdök kerüljék, mert tele van bűnös élvezetekkel, kendőzetlenül megmutat mindent, de ennyire őszintén és átélhetően nem sokszor láthattuk a fiatalkori szexualitást és az ehhez kapcsolható problémakört. Mini története nem mindenkinek lesz befogadható, de a tartalma példaértékű. Azt kell, hogy szeressenek, megértsenek, körberajongjanak. Kapaszkodsz mindenbe, csak hogy véletlenül sem maradj egyedül. És ha nem szeretnek, először fogadd el magad, aztán jöhetnek a többiek. Azt viszont nem mondta senki, hogy ez egy könnyű menet lesz. Én ennyi lettem volna, ha tetszett a videó, akkor lájkolj és iratkozz fel, aztán legközelebb találkozunk. Csácz!